a budapesti választási szabályok megváltoztatását megszavazta, viszont az országgyűlési választásokra vonatkozó módosítót elutasította a parlament. A javaslatokat benyújtó Mi Hazánk szerint a Fidesz paktumot kötött a balliberális pártokkal. Vendégünk Torockai László. Kétségkívül érdekes megközelítés, de majd kifejti. Jó estét! Jó estét! Hát tulajdonképpen azért hagyj kezdjem két titokkal. Hát az egyik az, hogy itt az elmúlt napokban, vagy az elmúlt hetet teljesen beterítette egyrészt a balliberális narratíva, ami azt mondta, hogy ez a választási reform, ez a Fidesznek lesz jó. Ez nem lesz jó a Fidesznek. Ajánlom, a Telexen ma megjelent egy nagyon jó elemzés, ami mégiscsak egy ellenzéki, azért említem a nevét, mégiscsak egy ellenzéki portál, ahol kiszámolták a mandátumokat a Fidesznek. Ez a fajta választási rendszer, ami a 2014-es, tehát a fideszes beavatkozás előtti választási rendszer, ez semmilyen plusz mandátumot nem fog majd jelenteni. Tehát az a nagy helyzet... Akkor a Fidesz ezt miért akarta? Hogy valamiért akarta? Nyilván mindenki ezt találgatja, de egyrészt vagy belesétált a Fidesz a csapdába, tehát néha azért túl sokat... Annyira nem sétálósak ők, akkor az országgyűlésibe is belesétáltak volna. Túl sokat feltételezünk a Fideszről, másrészt pedig nyilván ez a mai elemzés is azt taglalja, hogy valószínűleg inkább az ellenzék megzavarása volt a célja, ami elég jól sikerült, mert ugye egyrészt különböző listákra terelik. De akkor az ön célja volt, és a pártjáé. Hát nekünk ez mert nagyon jó. Mert hogy önök kezdték, Nekünk ez nagyon jó. Ugye ez a tisztán listás rendszer, ez nyilvánvalóan a Mi Hazánk mozgalomnak, meg hát tegyük hozzá, hogy a Kétfarkú Kutyapártnak Budapesten plusz mandátumokat fog jelenteni, és nagyon könnyen. Hát amiről én tudok, ugye, az nagyjából olyan 7-8% minimálisan Budapesten, ugye országosan pedig ugye 10%-ot mondanak a közvéleménykutató cégek. Ez azt jelenti, hogy számunkra az 5%-os küszöb megugrása nem kérdés, de az viszont nagyon érdekes, hogy ezáltal a Mi Hazánk mozgalom és a Kétfarkú Kutyapárt által a fővárosban, a fővárosi közgyűlésben megszűnhet az a helyzet, ami nem jó országosan, hogy 50%-os szavazati aránya a kétharmados többséggel tudja a Fidesz az országot uralni, tehát túlhatalmat biztosít az eddigi választási rendszer a győztes kompenzáció. Tulajdonképpen ugyanez volt Budapesten, kicsit bonyolultabban ugye a helyi kerületi polgármestereket bevonva, de ott is túlhatalmat biztosítottak, ahogy én fogalmaztam, a 0,5%-os nanopártnak a párbeszédnek. Így viszont megszűnhet a balliberális oldal hegemóniája, és megszűnhet, vagy lehetőséget nem kaphat mondjuk a Fidesz arra, hogy egyfajta túlhatalmat biztosítson, mert a mérleg nyelve lehet a Mi Hazánk mozgalom, és akár a Kétfarkú Kutyapárt. Na mi a titok? Azt mondja, hogy mond két titkot. Mi a titok? Hát a másik titok, ami... Melyik volt az egyik? Hát ez az egyik titok, hogy ez nem lesz jó a Fidesznek, ja, jó, majd okay. Várják ki a választásokat, ez nem lesz jó a fővárosban a Fidesznek, higgyék el nekem, mindegy, hogy a Fidesz mit gondolt erről, és ha tényleg az volt a célja, amit most ugye a Telex cikkírója elemez, hogy szerintük az ellenzék megzavarása volt, de a másik titok, amit szerettem volna mondani, hogy igazából én nem értettem, ezt többször elmondtam, hogy mi volt az elképesztő vad támadás, amit ugye Karácsony Gergely indított, aztán utána szépen lassan, komótosan néhány nappal később a balliberális pártok hozzá csatlakoztak, ugye amit a Mi Hazánk ellen indított, üvöltve, hogy itt a Mi Hazánk mozgalom és a Fidesz összejátszik, miközben én most direkt emiatt vettem a fáradtságot, kigyűjtöttem, parlamentbe kerülésünk óta 142 napirendi pont esetében összesen 446 alkalommal szavaztunk együtt a balliberális pártokkal, sokkal kevesebb alkalommal azt szavaztunk együtt. Azt is kigyűjtötte, hogy ellenzéki javaslatot 2010 óta hányszor fogadott be, tárgyalt meg és szavazott meg a parlament? 40-valahányszor, igen, azt Novák előgyűjtötte ki 40-valahány alkalommal, tehát nem ez volt az első alkalom. Azért az feltűnő, ha ez így járt, ellenzéki, nem? Igen, de egy percig nem rejtettük véka alá, hogy azt a véleményünket, meg azokat az információkat, hogy ugye azt hallottuk, azt láttuk, hogy van egy olyan politikai helyzet, amikor nem csak a Fidesz, hanem balliberális pártok is szeretnék visszaállítani a korábbi választási szabályozást, a korábbi választási rendszert Budapesten, és amikor mi voltunk egyedül olyan bátrak, hogy ezt elkezdtük, akkor nem értettem, és ezt kezdtem el mondani, hogy miért esett nekünk ilyen vehemensen Karácsony Gergely, aztán utána Karácsony Gergely és a Párbeszéd szólására a többi balliberális párt, hogy mi volt ennek az okát, ez ma kiderült, ugyanis a parlament folyosóján az egyik balliberális parlamenti képviselő megállított, és azt mondta nekem, hogy hú, hát valójában az igazi nagy izgalom az az volt, hogy ők attól tartottak, hogy mivel a Mi Hazánk mozgalom megnyitotta ezt a kérdést,
a Fidesz akár arra is képes, amit nyilván mi a javaslatunkba nem is tettünk bele, és mi ezt a leghatározottabb elleneznénk, hogy megszüntessék a főpolgármester közvetlen megválasztását. Tehát ők ettől is, Karácsony Gergely valójában ettől rettent meg. Mondjuk, nem igaz az, mondjuk attól ijedtek meg, hogy a Fidesz annak lett volna, a közgyűlés. Annak lett volna valóban üzenet. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Ez a legmagasabb választott közgyűlés. Jó, de azért a Fideszből sok mindent kinézünk, és ki lehet nézni. És ők ettől ijedtek meg, hogy ezt önállóan nem merte a Fidesz megtenni, bár a Fidesz és más pártok a parlamentben, tehát balliberális pártok is szerették volna a korábbi választási rendszerbe szabályokat visszaállítani, a Mi Hazánk mozgalom is szerette volna, egyedül mi voltunk bátrak ezt meglépni, és ettől féltek, hogy hát jogos félelem volt. Erre rácsatlakozhat a Fidesz. Elnök, hogy miért nem szavazták ők most meg? Megnyugodtak. Saját javaslatuk. Hallom, mennyire büszke rá. Miért nem szavazták? Ezt fél sikert értünk el, tehát én büszke vagyok rá, de ugye de azt miért is nem szavazták? Mert elmondtuk az elején, hogy mi ragaszkodunk ahhoz, különben visszavontuk volna a fővárosra vonatkozó javaslatunkat, törvényjavaslatunkat, hogy a kettőt, tehát az országgyűlési választásokra vonatkozó javaslatunkat együtt tudjuk csak támogatni, és csak abban az esetben tartjuk meg ezt a két javaslatot, hogyha mind a kettő a plenáris ülés elé fog majd kerülni. Na most itt viszont a Fidesz volt rendkívül tisztességtelen ebben a játékban, mert mind a kettőt napirendre vette, tehát az országgyűlési választási reformjavaslatunkat, ami megszüntetni a fideszes kétharmadot, vagy legalábbis esélyt adna arra, itt nagyon fontos, mert hogy itt is óriási kavarás volt, és nyilván a nézők, akik minden nap nem foglalkoznak a parlamenti munkával, könnyen meg lehetett volna őket mondjuk ezzel téveszteni, hogy ott egy határozati, ugye ez egy rövidebb volt, egy határozati javaslatot adtunk be, aminek az a lényeg a határozati javaslatnak, hogy a kormányt felszólítja az országgyűlés arra, hogy változtasson az országgyűlés választási szabályokon, és erre gondoltam, hogy hát, hogyha a Fidesznek nem ilyen lenne a hatalomgyakorlási módszere, akkor érdemes lett volna tenni egy gesztust az emberek felé. Szerintem már nagyon sok mindenkinek, Fidesz szavazónak is elege van a fideszes gőgből, hatalomgyakorlási módszerekből, tehetett volna egy gesztust, de nem tette meg a Fidesz, mert nem úgy fogja föl a nem tudom, hatalomgyakorlási módszerei, nem olyanok, mint mondjuk nekem, vagy akár polgármesterként volt. És mivel egy trükköt eljátszott a Fidesz, és végig úgy tűnt, mintha mind a kettőt akár támogathatná, ugye Nacsa Lőrinc képviselőnek volt egy ilyen jellegű mondata, de egyébként végig hallgattak, mind a kettőt napirendre vették, és egymás után szavaztunk róla, és akkor, amikor látható volt már az, hogy valószínűleg a Fidesz valójában át akar mindenkit, vagy legalábbis minket ebben az esetben verni, akkor onnantól kezdve már csak ezért sem szavaztuk volna meg, de ennél volt még egy nagyobb baj, hogy benyújtott az utolsó pillanatban, amikor mi már nem tudtuk visszavonni a törvényjavaslatokat a fővárosra vonatkozóan, benyújtott egy módosítást, amivel levitte a számunkra nagyon fontos 10-15%-os küszöböt, kettő vagy annál több párt összefogása közös listája esetén, levitte 5%-ra. Ez nekünk azért lett volna nagyon fontos, mert mi végig azt mondtuk, hogy rendkívül igazságtalan az, hogy miközben egyedül a Mi Hazánk mozgalom jutott be saját jogán, önálló listáján, egyedül a parlamentbe, a Fidesz is a KDNP-vel, eközben van a balliberálisoknak 6 vagy 7 frakciója, osztódással szaporodnak, és minden frakciónak ugyanannyi joga tudom, van. És a párbeszéd az be van akadva, azt mint tudom. A Mi Hazánk mozgalomnak. Nekünk ezért lett volna fontos, Fidesz ezt módosította, ezért is tartózkodtunk a szavazásnál. Értem. A végére jöhet egy kis színes? Bármi. Novák előd nagyon szép gesztus gyakorolva a jövedelmét egy éven keresztül anyaotthonok támogatására fordítja, bejelentette. Ez egy nagyon szép gesztus, le a kalappal előtte. És tett hozzá egy másik bejelentést, amit nekem elkerekedett a szemem, kismama szépségversenyt akar rendezni. A Mi Hazánk kismama szépségversenye, mit tudom én, bikinis, meg hasonlók, ugye ilyen fotót mellékeltek hozzá, ön lesz zsűri elnök? Nem leszek zsűri elnök, viszont ugye ez csak kiemelés egy csomó de, jótékonysági célból. Mondom, ott azzal kezdtem, hogy a gesztus maga szép, de ez a gondolat meg elképesztő. Novák elődre azért jellemzőek a meghökkentő és rendhagyó javaslatok, de szerintem a legfontosabb üzenete az az, hogy ő a teljes jövedelmét, tehát a teljes parlamenti fizetését, ez kb. 25-26 millió forint, ezt a teljes jövedelmet, én nem tudok róla, hogy egyetlen egy parlamenti képviselő nem, ezt megtette volna. Ez nagyon szép gesztus valóban. Ez teljes jövedelmét, elsősorban, ami számára nagyon fontos, mint 4 gyerekes családapának, nagyon fontos, hogy a gyermekekre, gyermekáldás népszerűsítésére szeretné fordítani, és ami a
legfontosabb üzenete az az volt, hogy azok a tehetős képviselők, akik Gyurcsány Ferenc, Rogán Antal és a többiek, akik milliárdosok, azok kövessék a példáját. Hozzáteszem, mi a Mi Hazánk mozgalom frakcióban mindannyian egyébként jótékony célra a saját fizetésünkről minden hónapban felajánlunk egy összeget, de azért ilyet még senki nem tett, mint Novák Elődő, a teljes fizetés. Az is igaz, hogy Kisbaba szépségverseny sem rendezett még parlamenti párt. Rendhagyó, rendhagyó. Azt az elnöknek illik egyébként egy ilyen zsűriben ülnie. Meglátjuk majd, ilyen felkérés még nem érkezett. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.